Elkezdődtek a munkálatok, mintegy 820 millió forintból újul meg a Nyírbátort, Nyírgyulajon keresztül az M3-as autópályával összekötő 4105-ös számú főút. 4500. mikrohitel, 25 év alatt 14,5 milliárd forint hitelt helyezett ki Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Primum Alapítvány. Megnyugodhatnak a termelők, nem kell aggódniuk a gazdáknak a késői fagyok miatt. Az esetleges károkat április 15-ig lehet bejelenteni. Mintegy 820 millió forintból újul meg a Nyírbátort, Nyírgyulajon keresztül az M3-as autópályával összekötő 4105-ös számú főút. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A beruházás gyors megvalósítását a Nyírbátori Ipari Park fejlesztése miatt megnőtt forgalom indokolja. Március 19-én megkezdődött az M3-as autópálya Újfehértói csomópontjától Nyírbátor-Gyulai utca vasútátjáróig tartó út felújítása. A terület és település fejlesztési operatív programnak köszönhetően közel 3 hónap alatt mintegy 10,2 kilométeres szakaszon történik aszfaltozás. A Nyírbátori Ipari Park teljesítményének köszönhetően jelentősen megnőtt a személy, illetve a teherforgalom a 4105-ös számú főúton, ezt már Becsey György, Nyírgyulai polgármestere mondta. Azért nagyon fontos ez a beruházás, mert Nyírgyulai község, illetve a Nyírgyulai községen átvezető 4105-ös jelű út egy átlagos közlekedési útnak volt nevezhető egészen 2013. februárjáig, amikor is megnyílt, illetve forgalomba helyezték az M3-as autópálya Ófehértói csomópontját. A település polgármestere hozzátette, a 2016-os statisztikák szerint a napi gépjárműforgalom az ötszörösére emelkedett az útszakaszon, így a személy- és tehergépjárműforgalom elérte a napi 2400-as értéket. A település országgyűlési képviselője elmondta, a közeljövőben számos beruházás megvalósulása várható Nyírgyulajon és a környező településeken. A 4105-ös számút, amin éppen állunk, a meleg aszfalton, ez 820 millió forintba került, és a megyei operatív program, magyarul a TOP pályázat jóvoltából valósul most meg. Ez közútfejlesztési programokra 2,7 milliárdot irányzott elő ez a program, és ennek egyik részét képezi ez a most megvalósítandó útszakasz felújítás. Danku Csaba helyettes államtitkár kiemelte, április 8-a egy sorsdöntő dátum lesz a magyarok életében és a gazdaság továbbfejlődésében. Most a Nyírbátor és térség egyik fontos útszakaszának felújításán járunk, amely kiemelt szerepet játszik a térség életében, a térség gazdasági fejlődésében. Azonban ahhoz, hogy az előbbiekben említett ágazatok és területek fejlesztése az a továbbiakban is megvalósulhasson, ahhoz arra van szükség, hogy a jelenlegi kormány, az Orbán Viktor miniszterelnök úr által vezetett kormány 2018 áprilisát követően is tovább folytathassa a munkáját. Nyírgyulai és térségében az elkövetkezendő 2 évben belvízzel vezető rendszerek kiépítése és iskolaenergetikai fejlesztések is szerepelnek. Aláírták a 4500. mikrohitelszerződést. A Primum Alapítvány 25 éve támogatja a mikro- és kisvállalkozókat, akik legfeljebb 10 millió forintos hitelt igényelhetnek. Ez alatt az idő alatt összesen több mint 14,5 milliárd forint hitelt helyeztek ki Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A 4500. mikrohitelből üzlethelyiséget vásárol majd az igénylő vállalkozó. Az év első negyedében számtalan vállalkozás érdeklődött az országos mikrohitelprogram iránt, amely kedvezően vehető igénybe akár 10 millió forint hitelösszegig. A futamidő legfeljebb 10 év lehet, a kamat fix 3,9%. Az országos mikrohitel alapforrását a Magyar Vállalkozás Fejlesztési Alapítvány biztosítja, és az ország minden megyéjében elérhető. A kezdő vállalkozások számára is hozzáférhető konstrukciót Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Primum Alapítvány biztosítja. Ezzel a mikro és egyéni vállalkozókat céloztuk meg elsősorban, akik úgy is szoktunk fogalmazni, hogy talán nem egészen bank képesek még, vagy a bank valamilyen okból nem ad nekik hitelt, azok fordulnak elsősorban hozzánk. Ennyi idő alatt gyűlt össze már 4500 partnerünk a 25 év alatt, akinek hitelt folyósítottunk. A 25 év alatt összesen 14 milliárd 630 millió forint hitelt kihelyezés történt. Nagyon kedvelt
hitelezési forma ez a vállalkozások körében is. Folyamatosan vannak partnereink, minden évben gyakorlatilag a teljes hitelkeretet szinte ki tudjuk helyezni. A forrás töretlen népszerűségét támasztja alá az is, hogy ünnepélyes keretek között a 4500. hitelszerződést is aláírták csütörtök délután. Bánszkiné Lipők Anett 20 év alkalmazottként eltöltött idő után vált vállalkozóvá. 1995-ben kerültem ebbe az üzletbe, azóta ott dolgoztam, de sajnos a sors úgy hozta, hogy 2 évvel ezelőtt, akinél dolgoztam, beteg lett a főnökasszonyom, és megbeszéltük közös megegyezéssel, hogy én átveszem ezt az üzletet tőle, és már lassan 2 éve csinálom ezt az üzletet, és most jutottunk el oda, hogy meg szeretnénk vásárolni az üzlet helyiséget, ezért a Primon segítségét vettük igénybe, ahol 7 millió forint mikrohitelt igényeltünk tőle. A hitelkonstrukció iránt érdeklődő vállalkozások számára a Primon munkatársai a forrás közvetítésen túl személyre szabott tanácsadást is biztosítanak. Jelenleg több mint 600 gazdálkodó szervezethez közel 2 milliárd forint összegű hitel van kihelyezve. A jelenlegi helyzet szerint nem kell aggódniuk a magyar gazdáknak a téli fagykár miatt, hangsúlyozta Rácz Imre 35 perc című műsorunkban. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei szervezetének elnöke a folyamatos hideg éjszakákra hivatkozott, amiért a növények nem tudtak kirügyezni, és így azok nem fagytak le. Az esetleges téli károkat április 15-ig lehet bejelenteni. A fagykárok mellett a jégverés is veszélyezteti a mezőgazdaságot, amit a közeljövőben épülő jégkár elhárító rendszer segítségével mérsékelhetnek. Egyenlőre korai lenne azt mondani, hogy a szeszélyes téli idő rossz hatással lett volna az idei termésre, közölte Rácz Imre 35 perc című műsorunkban. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei szervezetének elnöke hozzátette, az eddigi felmérések alapján a gazdáknak nincs oka az aggodalomra. A jelenlegi állapotban megtekintettük itt a hétvégén a több gazdálkodó is a gyümölcsöseket. Jelenleg nem látunk még olyan veszélyt, hogy aggodalomra adna okot. Olyan folyamatosan volt a hideg éjszakák, hogy nem indultak be ezek a rügyek még olyan fejlettségi állapotig, ahol kár érette volna. És itt a mi térségünkben nem is nagyon volt, csak ott Nyírmihályi, Nyírlogos környékén, ahol a 10 fok, vagy akár a 10 fokot is meghaladta, a többi településekről azért ilyen 8 foknál hidegebbet nem jeleztek. Akinél mégis kárt okozott a fagy, az a március 31-ig bekövetkezett fagykárt április 15-ig jelentheti be. Fontos, hogy a kárbejelentéshez szükséges a terület alapú támogatás előzetes megigénylése is, hangsúlyozta Rácz Imre, aki kiemelte, amíg télen a fagy, addig nyáron a jég okoz jelentős károkat. Ez utóbbi ellen jelent védelmet a hamarosan kiépülő jégkár elhárító rendszer, amely a közeljövőben országos lefedettséggel működik majd. A rendszer kelet-magyarországi régiós központja Balkányban lesz, ahol nemrég tették le a vezérlő épületének az alapkövét. Rácz Imre kiemelte, bár az épület májusig valószínűleg nem készül el, a jégkár elhárító rendszer kiépítése viszont olyan jól halad, hogy annak működése május 1-től elindulhat majd. Arról az Agrárgazdasági Kamara már régebben, előzőekben gondoskodott, hogy a májusi üzembehelyezés az nem fog elmaradni. Jól állunk itt a 275 talajgenerátor tartozik ehhez a régióhoz. Szinte 20 kivételével már ezek a talajgenerátortárolók mindenhol a helyszínen vannak, illetve 20 olyan helyiség is van, ahol már a próbaüzem is megtörtént. Folyamatosan töltik fel ezeket a telepeket, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a május 1-i indulásnak nem lesz olyan akadálya, ami gátolná ezt az üzemeltetésnek a folyamatosságát. Rácz Imre hangsúlyozta, a jégkár elhárító rendszer kiépítése 1,8 milliárd forintba kerül, az éves működtetése pedig 1,5 milliárd forintot tesz ki. Mint mondta, ez azonban a gazdáknak nem kerül semmibe, ugyanis a telepítést pályázati forrásból, a működtetést pedig a kárenyhítési alapból finanszírozza a kamara. Rácz Imre arra is felhívta a figyelmet, hogy a jégkár elhárító rendszerrel közel 50 milliárd forint értéket lehet évente megvédeni.
Másodfokon súlyosbította ítéletét a Nyíregyházi járásbíróság, ami 2017-ben halálra kínzott kutya Fülöp gazdáinak ügyében. Az elsőfokú bíróság 2017. november 29-én egyenként 4-4 hónap fogházbüntetésről és 1-1 év közügyekről eltiltásról határozott. A halállal végződő állatkínzások törvényi büntetési tétele 3 év szabadságvesztés. Enyhítő körülményként figyelembe vették, hogy a vádlottaknak 2 kiskorú gyermekük van, de a kirívóan durva elkövetési mód a bíróság véleménye szerint kizárja minden más büntetési nem alkalmazását. Csak és kizárólag szabadságvesztés büntetés szabható ki mindkét vádlottal szemben. Kihirdetem a Nyíregyházi törvényszék ítéletét, megváltoztatjuk a járásbíróság ítéletét. A vádlottakra kiszabott fogházbüntetést 8-8 hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre súlyosítja. Egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletét helyben hagyja azzal, hogy elsőrendű vádlott személyazonosító okmány számát helyesbíti. A másodfokú eljárás során 10.000 forint vádlottakat egyetemlegesen terelő bűnügyi költség merült fel. Magyarország jövője a tét hangzott el a Fidesz nyíregyházi kampányzáró sajtótájékoztatóján. Vinnai Győző, a 2. számú választókerület országgyűlési képviselőjelöltje a Tiszavasvári úti egykori laktanya előtt kiemelte, az ellenzék, ha tehetné, az üres laktanyákra bevándorlókat telepítene be személyenként 30.000 euróért. A képviselő szerint ezért az április 8-ai választás tétje az ország szabadsága, és mindenkit arra kér, éljenek demokratikus jogukkal, és menjenek el szavazni. Én úgy látom, hogy nem 4 évre, hanem évtizedekre eldől hazánk sorsa, mert arról kell döntenünk, hogy Magyarország megmarad-e Magyarországnak, megmarad-e olyannak, amilyennek szeretjük, vagy bevándorló országgá válik. Én azt gondolom, hogy Soros György jelöltei állnak szemben Orbán Viktor jelöltjeivel, hogyha a Fidesz-KDNP bizalmat kap, azt tudom önöknek ígérni, hogy a kerítés állni fog, a kötelező betelepítési kvótát elutasítjuk, nem hódolunk be Brüsszelnek, és az elért gazdasági eredményeket megvédjük, csak úgy, mint a határainkat. Orbán Viktor megszólalása is a Fidesz utolsó szólólapja csak a gyűlölet és félelemkeltésről szól, mondta el Csabai Lászlóné nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Az MSZP országgyűlési képviselőjelöltje értékelte a helyi kampányt. Azt üzente az ellenzéki képviselőjelölteknek, hogy gondolják meg, mit tesznek, mivel ő a legesélyesebb jelölt, és csak az ő segítségével lehet változást elérni. Bár Szabó Tünde mosolyogva végigcsinálta az egész kampányt, nem tudtunk meg semmit arról, hogy mi a véleménye az ország előtt álló egyébként súlyos gondokról, a térségi különbségekről, a jövedelmi különbségekről, az oktatás, az egészségügy helyzetéről, de egy szót nem szólt ezekről a gyűlölet és félelemkeltő dolgokról se, ezért ő egyértelműen azt bizonyította, hogy ennek a rendszernek a részese ő is. Csak a Jobbik és a Fidesz az, aki talpon maradt a kampányidőszakban, és a választást a legerősebb ellenzéki pártként várja a Jobbik, mondta Torockai László nyíregyházi sajtótájékoztatóján. A párt alelnöke hozzátette, nem tartja etikusnak a Fidesz kampány tevékenységét, mivel a kormánypárt a migráción kívül semmi másról nem hajlandó beszélni. Nem beszélünk arról, hogy 500.000 és 1 millió fő közé tehető azon magyar honfitársaink száma, akik már tartósan külföldön élnek, külföldön dolgoznak, tehát a bevándorlás mellett a kivándorlás is komoly probléma. De ezekről a valós problémákról nem beszélünk, illetve a versenytársaink nem beszélnek ebben a kampányban. Én próbálok a valós gondokról, problémákról beszélni, és hát cáfolni azt a hazug állítást, hogy a Jobbik kormánya lebontaná a kerítést. Tehát a kerítést én javasoltam annak idején ásotthon polgármestereként a kormánynak. Egy új Magyarország létrehozásáról beszélt Sallai Róbert Benedek nyíregyházán. Az LMP országgyűlési képviselőjelöltje közölte, hogy olyan kormányzást valósítanának meg, aminek a fő célja az emberek életminőségének javítása, a biztosabb jövedelem, egészségesebb életmód, jobb közszolgáltatások és a megfelelő környezet megteremtése a fiatalok számára. A párt helyi céljairól Szoboszlai György országgyűlési képviselőjelölt beszélt. Helyszinten mindenképpen az elmúlt évek során elvándorolt nagyszámú fiatal és jól képzett szakember visszahozatala, munkahelyteremtés,
a tömegközlekedés rendberakása, valamint egy színvonalas, szekuláris oktatási rendszer továbbműködtetése. Gondolok itt ez alatt például a Kölcsei gimnáziummal kapcsolatos hírekre, amelyek szerint a választásokat követően a kormány ezt a nagymúltú oktatási intézményt a református egyház számára kíván átadni. Az LNP nem támogatja ezt a törökvés, és amennyire az rendelkezésünkre álló információk mutatják, a gimnázium szülői közössége sem támogatja ezt az elképzelést, ezt a törekvést. Matematikailag is biztossá vált, hogy kiesett a Szuperligából a Nyíregyházi Teke Klub együttese. Az NTK a 18. fordulóban a Balogunyom csapatát fogadta, és a vendégek 5-3-as győzelemmel távoztak a Városi Stadion Teke csarnokából. A pont nélküli utolsó nyíregyháziakra még 4 meccs vár a szezonban. Az utolsó utáni szalmaszálba szeretett volna belekapaszkodni az utolsó előtti helyen álló Balogunyom ellen az NTK, amely 17 vesztes meccset követően várta a találkozót. A jég azonban ezúttal sem tört meg, hiába kezdett jól a hazai gárda, a folytatásban a vendégek fordítani tudtak, és végül 5-3-ra megnyerték a mérkőzést. A nyíregyháziak így továbbra is pont nélkül állnak, és most már matematikailag is biztossá vált, hogy búcsúznak a Szuperligától. 2-0-val kezdtünk, a Magyarorsi Péter is 560 felett dobott, a Kastura Zsolt is 567 fával hozta a fontos csapatpontot, azonban középen mégis sikerült a vendégeknek megfordítani a párharcot, bár hozzáteszem, hogy a Hetei Alex és a Szegő Levente sem dobott önmagához képest olyan rosszul, de az ellenfeleknek minden sült, míg a zárósorban egy szoros csatával 24 fás hátránnyal mentünk fel, és a Dezsőnek az első szettje nagyon jól sikerült, még nekem is sikerült kapaszkodnom, azonban onnantól kezdve fejfej mellett haladva csak nem sikerült faragni a hátrányunkat, és az utolsó szettbe végül is már azt lehet mondani, hogy feladtuk a mérkőzést. A szezonból még 4 forduló van hátra, és a nyíregyháziaknak nem lehet más céljuk, mint hogy legalább egy meccset megnyerjenek a hátralévőkből. Innentől kezdve nincs elvárás. Azon sem csodálkoznék, hogyha mind a 4 meccset megnyernénk. Titkon azért mindenképpen szeretnék több mérkőzést is még ennek ellenére is megnyerni, hogy azért lássuk azt, hogy mégiscsak van tartása ennek a csapatnak. Azonban, hogyha nem jönnek ezek a 3003 fás hazai eredmények, akkor mint láthatjuk a Szuperligában, ezzel nem tudunk nyerni. Mindenképpen csapatfában kellene fejlődnünk. Hiába vannak meg a jó egyéni teljesítményeink a korábbi meccsekhez képest, valahogy csapat összfában mégsem elegendő. Ebben mindenképpen fejlődnünk kell. Nagyon bízom benne, hogy most már egy-egy játékos a 600 fát megközelíti majd ebbe a szezonban, még amíg hátra vannak, és ezzel már valóban itt haza tudunk egy Ferencváros ellen, vagy majd egy Zsalgószd ellen elcsípni pontokat. A Szuperliga tabelláját a Szeged vezeti 35 ponttal a 34 pontos Zalaegerszeg előtt. A Nyíregyházi Teke Klub pont nélkül 12-én zárja a sort. A Kisvárda idegenben, a Nyíregyháza Spartacus hazai környezetben lép pályára vasárnap a labdarúgó MB2 29. fordulójában. A tabella második helyén álló várdaiak a 9. Szolnokhoz látogatnak. A 3. helyezett Spari pedig az utolsó előtti Moson-Magyaróvárt fogadja. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. Mintegy 820 millió forintból újul meg a Nyírbátort Nyírgyulajon keresztül az M3-as autópályával összekötő 4105-ös számú főút. A beruházás gyors megvalósítását a Nyírbátori Ipari Park fejlesztése miatt megnőtt forgalom indokolja. Aláírták a 4500. mikrohitelszerződést. A Primum Alapítvány 25 éve támogatja a mikro- és kisvállalkozókat, akik legfeljebb 10 millió forintos hitelt igényelhetnek. Ez alatt az idő alatt összesen több mint 14,5 milliárd forint hitelt helyeztek ki Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A 4500. mikrohitelből üzlethelyiséget vásárol majd az igénylő vállalkozó. A jelenlegi helyzet szerint nem kell aggódniuk a magyar gazdáknak a téli fagykár miatt, hangsúlyozta Rácz Imre 35 perc című műsorunkban. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a megyei szervezetének elnöke a folyamatos hideg éjszakákra hivatkozott, amiért a növények nem tudtak kirügyezni, és így azok nem fagytak le. Az esetleges téli károkat április 15-ig lehet bejelenteni. A fagykárok mellett a jégverés is veszélyezteti a mezőgazdaságot, amit a közeljövőben épülő jégkár elhárító rendszer segítségével mérsékelhetnek.
Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták április 6-án pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd önöket. Hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Tudósításainkat internetes oldalunkon is elérik. Én kollégám nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, jó hétvégét! Holnap többnyire felhős időre számíthatunk, kisebb esővel. Egy anticiklon peremén eleinte alacsonyabb, majd ismét nagyobb nedvesség tartalmú léghullámok érkeznek a Kárpát-medence fölé. Ugyanakkor egy magassági hidegörvény is átvonul térségünk fölött. A hőmérséklet szombaton nyugaton az ilyenkor szokásos alatt, keleten kissé a sok évi átlag felett alakul. Az előttünk álló éjszaka többször megnövekszik a felhőzet. Eső zápor helyenként előfordulhat. Az északi szél megélénkül, helyenként megerősödik. Reggelre általában 6 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben eleinte jobbára erősen, majd változóan felhős idő várható. Eső zápor néhol előfordulhat. A keleti szél időként megélénkül. Délutánra 17 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hidegfronti hatás van térségünkben. Vasárnap általában sok napsütésre számíthatunk. Az időnként erősebben megnövekvő gomoly felhőzetből csupán néhol alakulhat ki zápor, nagyobb eséllyel nyugaton, északnyugaton. A jövő hét elején, közepén gyengén és erősen felhős területek, illetve időszakok egyaránt lesznek. Hétfő délutántól a Dunántúlon, kedden többfelé, a következő napokban szorványosan valószínű eső-zápor eső. Egy-egy zivatar is lehet. Erősödik, majd kedden átmenetileg 1-2 fokkal gyengül a nappali felmelegedés.